A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 9 képviselő jelent meg távolmaradását, bejelentette Karcagi Nagy Zoltán és Kanász Nagy László képviselő urak. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja a napirendeket. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a napirendi pontokat, aki egyetért, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangúra kerül elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, rá is térünk a napirend megtárgyalására, amely egy napirendi pontból áll. Javaslata Viszmajor támogatási kérelem benyújtásáról a Karcag Szent István sugárúton történt út és szennyvízvezeték beszakadásával összefüggésben, és az erről szóló 190/2023-as képviselőtestületi határozat kiegészítésére. Tisztelt képviselőtestület, ahogy a kiküldött anyagban is szerepel, benyújtásra került a képviselőtestületi határozatnak megfelelően a Viszmajor keretre a támogatási kérelem, mellyel kapcsolatban egy kiegészítést kért a belügyminisztérium. Ez a kiegészítés került beépítésre ebbe a támogatásba, erről kell gyakorlatilag döntenünk. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás. Van-e ezzel kapcsolatban? Nagyné László Erzsébet képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő kedves televíziónézők, Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága mai napon soron kívüli ülésen tárgyalta a napirendet, és tisztelettel ajánlja egyhangúlag a képviselőtestületnek elfogadásra az alaphatározat kiegészítését. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napirendi pontjaink megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy következő testületi ülésünk, amennyiben nem szükséges soron kívüli testületi ülést összehívni, akkor munkaterv szerint szeptember 26-án kedden 15 órai kezdett el ülésezik képviselőtestületünk. Kérdezem, hogy esetleg valakinek van-e napirendi ponti javaslata erre a testületi ülésre. Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, az együttműködést, további szép napot kívánok. Testületi ülést bezárom.